Szeretettel köszöntök mindenkit, és egy olyan témáról lenne szó, amely a Zen Koanoktól kezdve a mai magyar és európai realitásig, nem kihagyva más kontinenseket is, az életünkben nagyon sokszor szerepel. Először egy koant mondanék. Jangom Zen mestert egyszer megkérdezték, hogy mi a Zen. És azt mondta olyan, mint amikor megkötözve lógsz a fogadnál fogva egy faágáról, amely egy hatalmas szakadék fölé nyúlik ki. Oda jön egy vendég, és megkérdezi, hogy miért ment Bodhidharma Kínába? Hogyha kinyitod a szádat, hogy válaszolj, akkor lezuhansz és agyonzúzod magad. Ha nem válaszolsz, akkor a zenmester, aki a vendéget kíséri, lelő, mert nem teljesíted a kötelességedet, mint zen tanítvány. Hogyan maradsz életben? Ez egy nagyon-nagyon kemény koan. Korel Kyul Chong Myong koannak hívják, ami úgy szól, hogy nincs kiút. Ennek a koannak természetesen van megoldása, amelyet most nem közlök, hiszen akkor egy csomó embernek elvenném a házi feladatát, és a koanok olyanok, hogy ezt belül a saját lelkedben, a szellemet tiszta tükrével kellene megoldani. És ha nem egy ilyen helyzettel találkozol, akkor biztos, hogy van kiutad a saját válságodból. És ez azért fontos, mert ha már tudod, hogy az élethelyzeted mivel nem azonos, akkor azt is tudod, hogy a megoldás hol nincs. És ez kicsit tudományosnak hangozhat, de ha már tudod, hogy mi az, amit nem akarsz, akkor előbb-utóbb tudni fogod, hogy mi az, amit akarsz. Nagyon sokszor érezzük, még svájci frank kölcsön nélkül is, hogy a talaj úgy kicsúszik a lábunk alól. Kicsúszhat családilag, kicsúszhat párkapcsolatilag, kicsúszhat egzisztenciálisan, kicsúszhat anyagilag, kicsúszhat a jövő és a múlt szempontjából, kicsúszhat a jelen megélése szempontjából, kicsúszhat úgy, hogy nincs összhang test és lélek között. És a zen nem ideológiát vagy vallást tanít, hanem azt, hogy hogy éld meg ezt a pillanatot, hogy éld meg azt, hogy nincs szőnyeg a talpad alatt, hogy éld meg azt, hogy nincs tovább lépési lehetőség ebből a pontból. Ahogy egy másik koan kérdezi, ha felmászol egy 50 méteres póznának a tetejére, és még egy lépést kellene tenned, hogy tennéd? Ezek a koanok természetesen nem közvetlen példák az ember válsághelyzeteire, ahogy ezt az előbb mondtam, hanem tudati gyakorlatok, ahogy a sportoló edz. És hogyha jól akar versenyezni, akkor a versenykövetelményeknél 3-5-ször többet akar teljesíteni, jobban, annál nagyobb állóképességet, gyorsaságot, robbanékonyságot és tudati jelenlétet tud kialakítani. Hogyan tudod tehát az életválságait felhasználni, elsősorban megoldani? A megoldáshoz kell valami, amit a nemes nyolcrétű ösvény első tagjaként úgy hívunk, hogy helyes szemlélet. A második lesz a helyes hozzáállás, utána a helyes beszéd, utána a helyes cselekvés, utána a helyes életvitel, és ez alapján a megfelelő bölcsesség és a helyes elmélyedés. Nagyon világos lehet az, hogy ez a lépéssor miből áll. Az előtte levő jelző az, hogy helyes, ha az nem világos nagyon sokszor. Ezt mondjuk egy picit félretettük. Az első igazi helyzet az, amikor érzed, hogy nem mennek úgy a dolgok, ahogy szeretnéd, az élethelyzetet tarthatatlan, összecsapnak a hullámok a fejed fölött, és valamit csinálni kell. Ekkor azok a bonyolult vallások, spirituális irányzatok, művészélmények és egyebek, amik gondolatok és érzelmek szintjén kavarogtak a tudatodban, ezek mind csődöt mondanak. Tehát nem bízhatsz abban a tudásban, abban a korábbi tapasztalatban, ami eddig volt, mert ha bízhatnál, akkor ez a válság nem jelent volna meg. Akkor nem mentél volna olyan útra, ami mint a rajzfilmben elvezetett a szakadék széléig, még egy pár lépéssel tovább, és akkor a kacsa egy összevesz, hogy a levegőben van, így rád néz, és így zuhan lefele. És
Ahogy ezt a róka és a sas közötti vicc nagyon jól mondja, amit mindenki ismer, nem mondom végig, de hát a róka utána ugrik a sasnak, és ahogy zuhannak együtt, a sas megkérdezi, hogy róka, te tudsz repülni? Nem. Hú, de laza. Tehát vigyázzunk ezzel, mert ugye a példák követése, akár belső, akár külső példákról van szó, az nagyon sokszor eredményezhet ilyen helyzetet. Tehát a legelső és legfontosabb dolog, hogy próbálj meg megállni a levegőben. És ez mit jelent? Akkor úgy érzed, hogy kiment alólad minden és mindenki, akkor ne pánikolj be. Ehhez kell egy olyan előgyakorlat, amit a zen meditációként tanít, hogy hogy tudsz a tiszta jelenlétben megmaradni úgy, hogy vagy nem történik semmi, vagy nagyon rossz dolgok történnek, és egyként nem mozdulsz. Az, hogy nem történik semmi, az nem jobb, mint amikor nagyon rossz dolgok történnek, sőt, néha félelmetesebb tud lenni. Mert olyan nagyon nem történik semmi, és vársz, és remélsz, és nem történik semmi, és nem tudod, hogy mi lesz. Amikor nagyon rossz dolgok történnek, abban legalább bele lehetne kapaszkodni, de ne kapaszkodjunk beléjük, mert akkor azok visznek el. Tehát a legelső és legfontosabb dolog, amit a rajzfilm nem tud, és ez a háromdimenziós tér és egydimenziós idő nem tud, és amit az érzékszervekhez kötött tudat nem tud, hogy megállsz ebben a pillanatban. A tudat képes erre. A lélek, a test néha mozog tovább a saját karmikus kényszerpályáján. De te képes vagy arra, hogy leülj, és megkérdezd, hogy mi ez. Milyen helyzetben vagyok? Mi az a lélek, ami ezt átéli? Mi az oka ennek a helyzetnek? Egy szóval mi ez? Minél egyszerűbb, minél világosabb, annál hatékonyabb. Ahogy mondtam, nem tudsz rendszereket üzemeltetni, szerverparkokat felfűteni, amikor hirtelen egy hatalmas nagy durunggal tarkon vágnak. Nincs rá idő. Ha a tudat kész, és éber, és érett, akkor ezt a válságot meg tudja oldani nagyon egyszerű mozdulattal vagy mozdulatokkal. De ha túl sokat kell gondolkodni, túl sok érzelmi műveletet kell végezni, elkésel, elvérzel, elveszíted az energiádat, lecsúszol a pillanatról, és akkor a saját káoszodnak, vagy a saját magad által is gerjesztett káosznak leszel az áldozata. Tehát megállsz a térben, megállsz az időben, és ekkor a tudat, mint a tér, mint a tükör, lát. És minél intenzívebb a válság, annál mélyebbre lát. Ekkor tudod felhasználni a válságot arra, hogy mélyebben lásd meg magad és a világod, és a működő karmát, mint annak előtte. Ez nem kellemes. Ez kb. Olyan, mintha egy nagyon komoly alhasi műtétnél a doktor megáll, és egy elnézést kérek, hatalmas tükröt tart a hasad föl, és látod, hogy a belső szervek ott hogy működnek, és mit kell kivenni onnan, meg elkötni, meg vér, meg tampon, meg ilyenek, tehát így ilyenek vannak, és ez nem jó. De ez a világ, mivel itt mindenki felnőtt már, nem arról szól, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem az, hogy mi az utad. És az utad néha elképesztő aknamezőn visz keresztül. Az utad néha mocsárba visz be, fel a hegyes szakadékra, és néha elképesztő akadályokon kell keresztül menni, és néha egy ilyen érzésed van, hogy a lábad alól kihúztak mindent. Na, akkor állj meg a levegőben. Tehát nem pánikolsz, nem félsz, tehát nem menekülsz. Mert az első reflex a nem agresszív emberkékben az, hogy menekülnek. Ne menekülj. Ugyanis a karmád, mint az árnyékot követ. Tehát ahova menekülsz, ott fogod újra termelni ezt a káoszt, ezt a kiúttalanságot, ezt a fajta érzést, hogy hogyan rántotta ki látszólag valaki más a talpad alól a szőnyeget. A másik kényszerreakció az a harc. Tehát elkezdek harcolni vele, azokkal az emberekkel, azokkal a körülményekkel, akik látszólag okozták ezt az egészet, és ezzel a harccal én nyerni szeretnék. És ideig, óráig ezt lehet, de te egy személyben a körülötted lévő család, csoport, társadalom, kultúra és civilizáció ellen nem nyerhetsz. Ezek azok az egyéni forradalmak, amik szükségszerűen kudarcra vannak ítélve, egy idő után elfáradsz, elfogy az energia, elfogy az önbizalom, és akármennyire is spiller voltál a legelején, a végén már nem, és attól lesz vége, hogy feladod.
Tehát a nagy harcnak, az egyéni, a magányos ember harcának, ami úgy kezdődik, hogy engem miért nem értenek meg. Így kezdődik, és úgy végződik, hogy most már minden mindegy. És ez is egy teljesen hibás és téves nézet. Soha nem mindegy. Mindig van választási lehetőséged. Hogy látsz rá erre? Úgy, hogy amikor nem menekülsz és nem harcolsz, akkor a tudat meg tudja nyitni az eddig nem látott lehetőségeket, az eddig nem használt opciókat. És pontosan ezért nem tanít a zen ideológiát, vallást, vagy egyéb ilyen kész programcsomagot, amit így pontokba szedve, mint a 10 vagy 12 lépéses technika, használhatná. Úgy tűnik, hogy amit most hallottál, az édeskevés. Pedig valójában egy nagyon fontos elemet tartalmaz, ez a jelenlétnek, a tiszta tudatnak és a pillanat tapasztalatának a tanítása. Azért jártam ennyire körbe, azért szól erről az előadás, mert hogyha ez az első mozdulat nincs meg, és ezt elrontod, utána sokkal, de sokkal nehezebb bármit javítani vagy csinálni. Mi lehet a következő lépés, miután a tudat egy pár addig fel nem használt lehetőséget, eddig felfedezetlen utat megnyitott? Hagyod, hogy még több nyíljon meg, és türelem. Tehát az első a nem mozdulás, és nem pánikolás, és nem harc. A második az a türelem, amikor már az első változásnak a jegyére, vagy jelére a bizalom, az önbizalom megjelenik. Ez lehet egy ember, lehet csak egy telefon, lehet a tudatban egy olyan szikra, amiben végre tudsz hinni, ami eddig nem fordult elő, és vár türelmesen, hogy még több legyen, hogy ez a rés még nagyobbra nyíljon, hogy a lehetőség még jobban megjelenjen, és hogy erre mennyit kell várni, és belül mennyit kell dolgozni, az a karmától függ. Tehát hogy lehet ezt a karmát valójában meglátni, és a saját hasznodra fordítani? Hogyan lehet az atombombából atomerőművet csinálni? Meglátod, hogy te a saját kezeddel hogyan járultál hozzá a kialakult válsághoz, a kialakult talajvesztéshez, az elmagányosodáshoz, a kilátástalansághoz. Mert ez az, amitől mi, mindenki, mint ember óckodik. Ezt így hívjuk, hogy elhárító mechanizmus. Tehát elhárítjuk a felelősséget, mert nem akarjuk észrevenni a saját kezünket abban a helyzetben, amiben vagyunk. Tehát ilyenkor kell megfordítani a kérdést, mihelyt egy kis lélegzethez jutsz, hogyha én ezt a helyzetet kértem volna, ha magam alól akartam volna kirántani a talajt, ha én szerettem volna ilyen elképesztő kaotikus, nehéz és látszólag megoldhatatlan helyzetbe jutni, akkor hogy csináltam volna? Ugyanis létrejött. Hogy csináltam volna, ha kértem volna? Te a volnát elhagyod, és hogy csináltam, hiszen kértem. És akkor már kicsit őszintébb lehet saját magadhoz, és meglátod a saját tettedet, beszédedet, gondolkodásodat és érzelmeidet abból a szögből, hogy hogyan jött ez a helyzet létre. De ahhoz először meg kell állni, ahhoz először egy picikét talajt kell fogni, hogy igen, már valami új történt, már valami kiút mutatkozik, és nem belerohanni, és akkor tudsz belelátni az ok és okozat működésébe. Miért kell ezt az indulás előtt? Mert hogyha ugyanazzal a csomaggal, ugyanazzal a karmikus teherrel indulsz el az új perspektívába, el fogod rontani. Tehát megállsz, meglátod, utána megfontolod, és utána indulsz el. És a kulcsmotiváció, amitől ez az egész működni fog, hogy ha már a saját ugye, karmádat egy picikét megláttad, és kivetted ebből a helyzetből, és már változtál valamennyit, akkor nem magadért akard csak megoldani ezt a helyzetet, hanem egy enged, hogy mások is részt vegyenek benne. És valójában ekkor kezded el uralni azt, ami korábban uralhatatlannak és megoldhatatlannak tűnt. Tehát oldódjék fel a magány, és szülessék új bizalmi kapcsolat, és cselekedj olyat, amiben okod van hinni. És akkor ez a nagyon érdekes 2+1 mondatos étosz, az elkezdhet működni, azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amelyben okod van hinni,
és legyen bátorságod e kettőt végigvinni. Jó? Tehát ez az a nagyon kevés lépésből álló, de nagyon sarkalatos tudati út, ahogy kezelni tudsz egy olyan válságot, amely nem látható, nem hallható, nem előjelezhető módon jelentkezett, egyszerűen mert egy karmikus vakfoltot használtál ki, vagy más használta ki ebből a szempontból, teljesen mindegy, hogy ez az egész létrejöjjön. És mint ugye már eléggé érett emberek, én nem hiszem, hogy ennek az enyhébb vagy komolyabb formája bárkit is szabadon hagyott volna idáig. Hogy ezt ne élte volna át valaki, valamilyen módon. Akár az első szerelem, vagy annak elvesztése, akár az otthonteremtés, annak a nehézsége, akár az egzisztencia és annak a bedőlése, választhatunk. Ezek a válságok nemhogy nem ritkák, és nem hagynak ki senkit, hanem mostanában az a kérdés, hogy melyik sorból kérdezed. Úgyhogy jobb, hogyha hozzászokunk, hogy az emberi élet az ilyen, mert ilyenné tettük. Így működünk, mert ezt a karmát hoztuk létre. Nincs senkinek se végzete, abszolút értékben érvényes képlete, hanem van keze, gondolata, szíve, beszéde, és ezt a négyet, mint a személyiség négy alapterületét, gondolkodás, érzelem, cselekedet, beszéd, ezt kellene egy picit megfigyelni. Ebben a pillanatban. És akkor rájössz, hogy te hogy járultál hozzá mindahhoz, amit te áldozatként óhajtasz tapasztalni. Nincs áldozat, nincs elkövető. De vannak átláthatatlan cselekedetek, és akkor lezuhansz a ló egyik vagy másik oldalára. Úgyhogy a meditáció és mindenféle normális szellemi gyakorlat, az felkészít erre, hogy egy autót felkészítesz egy nagyon durva terepversenyre. Tehát akkor kell. Bukócső, kőkemény és erős, ugye, vezetékezés, jó lengéscsillapítók, eszmetlen jó abroncsok. És akkor lehet, hogy végig tudsz menni a terepen, és nyerhetsz is. Ebben az életben hosszú távon senki nem nyer. Ugyanis mindenki meg fog halni. Valamit viszont nyerhetsz, ami túl van életen és halálon. És hogyha jól kezeled a válságaidat, akkor nem csak, hogy megoldod őket, hanem az ebbéli tapasztalatod szellemi hozadékkal is jár. És ez a szellemi hozadék az, ami az úton valójában tovább vihet, valójában segíthet, mert nem egy mondva csinált frázis az, hogy érjük el a felébredést, és lépjünk túl életen és halálon. A válsághelyzetek azok, amelyek kőkeményen kikényszerítik a felébredést. Miért? Mert túl akarod élni. Tehát a túlélési ösztön a legerősebb, és utána fejfej mellett a birtoklás és a szaporodás. Ez vezérli a lényünk 95%-át. És hogyha ezen túl akarsz lépni, akkor szükségszerűen át kell élni azokat a válsághelyzeteket, amelyek ehhez az ösztöncsoporthoz tartoznak, és nagyjából minden ehhez tartozik. Tehát valamit be fog benned indítani. Valamilyen úton el kell indulni. De hogyha nem megfelelő karmát használsz arra, hogy a válsághelyzeteidet megold, akkor újra fogod termelni. Hát ezért nem lehet az új bort régi hordóba tölteni. Ezért nem lehet ugyanazzal a kézzel az új munkadarabot megcsinálni. Ezért kell egy átalakult személyiséggel, egy felébredettebb tudattal tovább lépni, és ezért kell engedni, hogy a válság belül kibontakozzék. Ne állj ellen, de ne is harcolj vele, és ne is menekülj el. Lásd meg a maga teljességében, hogy mi történik. Fáj? Hát persze, hogy fáj. Azt nem mondtuk, hogy nem fáj. De ez nem fájdalomcsillapító óra. Ez egy felnőtt képző, szellemi felnőtt képző zen tanítás. És a fájdalmat is lásd meg, a fájdalomról is választódj le, azt is nézd meg, hogy hogyan keletkezett, és hogy hogyan tűnik el. És ne akart közvetlenül csökkenteni, mert akkor csak a tüneteknél fogsz megmaradni, és pótcselekvések lesznek, és egyebek, és el fogsz úszni. Lásd meg az egésznek a forrását, és a fájdalom, mint mellékhatás el fog tűnni. És ne azt várd, hogy valami öröm lesz a helyén, nem.
valamikor lesz egy nap, amikor megtarolheted a homlokodat, hogy most már nem olyan kőkemény és nehéz, és nem síró görccsel ébredsz, és nem torok szorítva fekszel le. Nos, azt hiszem bevezetőnek ennyi elég. Kinek van kérdése? Úgy érzem magam, mintha rólam beszéltél volna, ami az elmúlt két hétben történt velem, de ez valószínűleg nem véletlen. Abba segíts, hogy és akkor hogyan tovább innen, mert eddig értem, és ezeket az ember tapasztalja, és el kell fogadjam, hogy többször vissza fogok még térni ezekhez a helyzetekhez valószínűleg, egy ilyen állapotokba. De akkor mi a helyes út innen? Általánosat kérdeztél, általánosan fogok válaszolni. Az, hogyha tisztán látva nem magadért oldod meg ezt a helyzetet, akkor sokkal valószínűbb, hogy nem termeled újra. Ha csak magadért oldod meg saját eszközeiddel, még egy átalakult személyiség is vissza tud rendeződni korábbi mintákba. Segíts ezt megérteni, hogy csak, nem csak magadért oldod ezt meg, ezt nem teljesen értem. Vigyél magaddal valakit vagy valakiket abba az új irányba, ahova ők is akarnak menni, és te is. Hiszen nem elszigetelten élünk, és nem elszigetelten tapasztaljuk meg ezeket a válságokat. Ebben emberek vannak. Tehát az első reakció a szégyen és a bűntudat, hogy velem ez történt, és a másikkal most ez épp nem történik. A többiek fölül vannak, én alul. Én vagyok a bűnös, a semmire kellő, az, akinek ez nem sikerült, a teljes ugye, csőd, és a többiek pedig mind jók, és nekik mind megy, és ez nincs így, csak eltérő fázisban történnek ezek a kőkemény válságok. Tehát akikkel tudsz társulni, és akikkel lelki közösséget érzel, tehát akikben mélyen bízol, azok közül van valaki vagy valakik, akivel vagy akikkel közös irányvételetek van. Életközösség, szellemi közösség, egyéb módon. És ez jelentheti azt, hogy csak megbeszéltek dolgokat. Netán együtt gyakoroltak, együtt sportoltak, együtt éltek, és a többi, és a többi. Tehát ő nekik már fontos az, hogy te hogy vagy. És te ne csak magadért óhajtsd megoldani a válságodat, hanem ő értük is. Miért? Mert hogyha megoldod, akkor te leszel később az, akihez hasonló helyzetben ők fordulhatnak. Ha nem oldod meg, akkor te maradsz a probléma. És hogyha megoldod, akkor te leszel a megoldás. Tulajdonképpen itt a karma feloldásról lenne tulajdonképpen szó, azt hiszem. Egy ilyen megoldást próbálsz ajánlani, hogy azokat a cselekedeteinket, amit zsigerből tesszünk, mert hiszen a karma abba az irányba terel bennünket, és ez mondjuk esetleg egy rossz irány, vagy illetve számunkra kedvezőtlen hatásokat hoz, hogy akkor álljunk meg, vizsgáljuk meg a helyzetünket, próbáljunk stabilizálódni, és válasszunk egy másik irányt. Ezt így fordítottam le magamnak. A kérdés az, hogy mennyiben befolyásolom, mennyire erős a karma? A tudatos cselekedetemmel meg tudom-e változtatni? Tehát visszamenőleg tudom esetleg feloldani. Mekkora erőhatás kell ahhoz, hogy ezt a botot én letegyem a kezembe? Minimális. Tényleg? Pontosan akkora erőhatás kell az elengedésben, amekkora a megfogásban. Tehát, ha nagyon erős karmád van, akkor nagyon-nagyon komolyan és erősen el kell engedni. És ez az azonosulás tudata. Tehát, ha te azonosítod magad bizonyos nézetekkel, érzelmekkel, gondolatokkal, cselekedetekkel, kijelentésekkel, akkor ez az erős azonosulás óriási energiát tud felszabadítani, amikor elengeded. És ezt is ki kell tudni bírni. Tehát, ha nagyon erősen ragaszkodsz, akkor nagyon nehezen tudod elengedni, és rendkívüli energiába kerül, de nagyon sokat is ad. Kicsit ragaszkodsz, kevés energiával el tudod engedni, kevés is a hozadéka. Vannak kis válságok, kis változások, nagy válságok, nagy változások. Nincs jó és rossz irány, de vagy akarsz valamit, vagy nem. Ezért kell nagyon tisztán látni az életednek az irányát abban, amiben hiszel, és akiben hiszel. És azt az irányt követni. Ebbe belejátszik a racionalitás, a tapasztalat, amin ez nem egy ilyen elszigetelt vakhit. Ezért mondtam abban a
kettő plusz egy mondatos étoszban, hogy okod van hinni. Ez az okság, a racionalitás is, és a közvetlen érzékszervi tapasztalás is. Tehát ez nem egy ilyen logikai gépezet, mint okság, ennél ez sokkal több és nagyobb. De a hithez azért kell a tapasztalat, hogy ne valamilyen fantazmagóriát, ideológiát, ortodoxiát, vagy valami dogmatikát tegyél be az agyadba, mint egy ilyen vezérlőmű. Hát lehet látni, hogy ebből mi történik. Megnézed az emberi történelmet, és valami szörnyű dolgokat csináltunk azért, mert elhittük ezeket a dolgokat, és azonosultunk ezekkel a nézetekkel, és soha, de soha, mint társadalom, mint civilizáció, nem álltunk meg, és nem kértünk időt a gyerekek. Most egy évig ne csináljunk ilyeneket egymás, és nézzük meg közösen az ok és okozat viszonylatát rövid és hosszú távon, egy generáción belül, egy évszázadon belül, egy évezeden belül. És ez a fajta belső revízió, ez egyénileg sokkal könnyebb, társadalmilag sokkal nehezebb. Nem tud meggyőzni így élből a többit, hogy gyerekek, most egy picit hagyjunk fel a dualisztikus nézetek táplálásával, az erre alapozott harag és kapzsiság alapú cselekedetekkel, és ne szenvedtessük már egymást egy picit, álljunk meg, időt kérünk, irányítsuk az energiát befele, lássunk tisztán, vonjunk le bizonyos következtetéseket, és utána majd másképp fogunk cselekedni, mint egyén, mint család, mint csoport, mint társadalom. Na, ez kellene hozzá. Ez jóval több, mint egy karmikus alternatíva, hiszen azt is meg kell látni, hogy ez a karma honnan jön. Mi az, ami valójában működik? Mélyen? És akkor lehet igazából megoldást, és ha a felszínen kicserélek valamit, vagy középrétegig, de nem megyek le a gyökérokig, nem fog történni semmi lényeges. Az az igazi kérdés, hogy ez a hétköznapi tudat, amit annyira hétköznapinak mondunk, de senkinél és semminél nem az, mire képes azért, hogy ezt a változást elérje? Tehát én láttam csodát egy 3 hónapos elvonulás alatt, hogy 90 nap alatt, ami csak 3 hónap az ember életéből, bizonyos emberek mire voltak képesek azért, hogy lényegileg megváltozzanak, és tényleg tapasztaljanak valami mélyebbet, mint a test, az érzés, az érzékelés, az akarat és bármiféle tudatforma. Ez az 5 szkanda, vagy az 5 alapvető személyiségelem, személyiségalkotó. Tehát nem mondjuk azt, hogy ez a lehetetlenne határos, csak azt tudjuk, hogy bizonyos mértékig ezt felfedeztük, kisebb mértékig, és egy sokkal nagyobb mértékig nem fedeztük még föl. Tehát ez a hatalmas kérdőjel, ez a nem tudható, hogy itt még mi lehetséges. És ha megadod magadnak a lehetőséget, akkor ez a változás ez elindul, és egy nagyon nagyot lehet benne haladni. Azt mondtad, hogy kisválság, kisváltozás, nagyválság, nagyváltozás. Az törvényszerű, hogy csak úgy tudunk változni, hogyha válságokon megyünk keresztül? Nem, hát a Cohen interjú is megteszi. Csak azt kevesebben vállalják. Az a szimulátor. Tehát akkor te megtapasztalhatod, hogy valójában egy nagy válságot hogy tudsz virtuálisan megoldani, ami nem is annyira virtuális, csak hát az interjú szobában hibázhatsz, visszajöhetsz, javíthatsz. Az életben nem. Az életben bocsánatot lehet kérni, de nem lehet meg nem történtét tenni azt, amit mondtál, cselekedtél, stb. Tehát ez akkor törvényszerű, hogyha az ember még mindig az érzékszervi hatások függvényében, a gondolatainak és az érzelmének a függvényében tud csak cselekedni, és nem alakult ki a tudatnak az a tiszta tere, ahol a belátás már az előtt megtörténhet, hogy megteremtetted a válságodat. Ha ez a tudati tér megvan, ha ez a belátás megvan, akkor előrébb látsz, és ekkor tudsz preventív intézkedéseket tenni, ekkor meg tudod óvni ezt az egészet, csak egy egész más típusú válság alakul ki. Nem az az égető, az a borzasztó, az a lenyomnak a víz alá és nem engednek föl, nem ilyen típusú. Hanem egyéb. Tehát olyan nincs, hogy nincs válság. Olyan nincs. Ez az egész úgy van. Ez az egész földi élet ez úgy van, hogy válságok nélkül, változások nélkül, arcvesztés és egórepedés nélkül nem tudod végigélni az életet. De egyszer el tudok odaérni? Hova? Hogy nem lesznek válságok. Hát most például, hát most béke van és nyugalom és biztonság. Most nem menjünk bele. El tudsz jutni oda, de megint csak egyedül nem megy.
Tehát ez társasan jobban megy, és egy közösséggel, egy családdal, egy csoporttal jobban megy, ugyanis akkor egymást tudjátok tartani és segíteni. Sokkal könnyebben elbillen az ember egyedül. Úgyhogy a gyakorlat tesz itt nem pusztán a mestert, hanem azt az érett tudatot, amely eléggé ismeri önmagát ahhoz, hogy már a korábbi hülyeségeit ne ismételje meg. Az ember önsorsontó képessége az végtelen. Az önszabotás határtalan. Tehát ne bízzuk el magunkat, hogy jaj, hát én ezt már tudom. Igen, és a ráutaló magatartással mi lesz? Tehát megváltoztattuk-e a szokásokat, amelyek tényleg oda vezetnek? Nagyon sok tanítás azt mondja, a látás, a megszabadulás. Igen. Na próbáljuk ki. Jó? Tehát attól, hogy látod a pirosat, attól még nem biztos, hogy nem mész át a piroson. Pedig látod a pirosat, tudod, hogy mit jelent, körülnézel, jönnek az autók, és mégis átmegyünk a piroson. Jó? Tehát ez ennyire egyszerű tud lenni, mert az ember nem egy logikus lény, de logikára képes lény, nem egy racionális lény, de racionalitásra képes lény, és a többi, és a többi. Tehát mi sokkal, de sokkal összetettebbek vagyunk sem, hogy egy rendszer leírhatna minket. Bármely rendszerre gondolj. És ettől vagyunk fantasztikusak, mint emberek, mert ki tudunk magunkból olyan dolgokat hozni, ami még soha nem volt, és nem is lesz. De pontosan ezért iszonyú veszélyes ez a szabad tudat és a szabad akarat, amelyek nélkül nem tudunk élni, mert nincs értelme, ugye? Mert ezzel végtelenségig tudjuk rontani magunk és mások életminőségét, ahogy a végtelenségig is tudjuk javítani. Ezért szoktam mondani, a szabadságban nincs félvezető. Nincs olyan korlát, ami csak egy irányba működik. Ha van korlát, akkor az mind a két irányba működik. És mivel a megszabadulást mindenki elérheti, mindenki elérheti a teljes felébredést, ezért a teljes önsorsontást és a teljes elsötétülést is mindenki elérheti. Vigyázzunk! Tehát örüljünk a kis válságoknak, mert szépen apránként tanulunk belőle. Ne akarjunk túl nagy pofont egyszerre nagyot harapni az ismeretlenbe, hogy akkor mi lesz. Jó? Jó az úgy. Köszönöm. Szívesen. Értem, hogy még azt is értem, amit valahol, amit majd kérdezni fogok, hogy hol kell kezdeni, egy ország karmáját. Hogyan lehet megváltoztatni? Illetve azért olyan az ország karmája, hogy a végén mindenki, aki itt él, mondjuk itt, az gyakorlatilag megvalósítjuk majd így közösen a Sambalát, mert a válság az saját értékelésem szerint egyre nagyobb, legalábbis itt. A Sambal az egy másik cég, abban nem vagyok illetékes, azt nem tudom, de szerencse, Feci, hogy ismerlek már jó pár éve, mert akkor azt gondolnám, hogy valakinek dolgozol. De én tudom, hogy te nem valakinek dolgozol, hanem így őszintén megkérdezted a saját kútfődből, hogy itt mit gondolok ez ügyben. És ha van egy igazán békés ember, akkor az a békés ember teremt egy békés baráti kört, egy békés családot, egy békés szomszédságot, egy békés várost, egy békés országrészt és egy békés országot. Csak belülről tudjuk kezdeni, csak saját magunk tudjuk kezdeni. A társadalom szerkezet egyetlen tagjára se tudsz támaszkodni ez ügyben, sem rétegére, sem kijelölt felelősségviselő csoportjára. Miért? Mert nem a társadalomban elfoglalt hely az elsődleges, hogy kit teszel fölülre, középre és alulra, hanem az, hogy milyen tudatminőségű emberek foglalják el ezeket a pozíciókat. Tehát, ha te kívülről meg akarod változtatni a hierarchia bármely tagjának a tudatminőségét, abból pillanatok alatt diktatúra, rendőrállam, gondolatrendőrség és egyebek lesznek. Ezt Orwell nagyon jól leírta. Tehát nincs parancsszóra megvilágosodás. Ezért kell mérhetetlen türelem és együttérzés ahhoz, hogy nézd, de nem tétlenül, hogy emberek szenvednek és másokat szenvedtetnek. Az egyetlen út az a belső átalakulás, ezt Hanvas transzmutációnak hívta, nem csak ő, az alkimisták is, és egy lelki-szellemi átalakulás ahhoz, hogy egy teljesen más síkon tudjuk ezt a fajta
üdvtant, amit mondtál, mert ez egy üdvtan, ugye beteljesíteni, a tökéletesség, végesség és függetlenség igénye nélkül. Ha te tökéletesen, minden mástól függetlenül, és minden időkre, örökkön, örökké óhajtod ezt elérni, az nagyon-nagyon csúnya torzulatokat eredményez. Mert az élet természete nem olyan, hogy örök lenne, hogy feltételekhez nem kötött lenne, vagy éppen tökéletes lenne. Vigyázni kell, hogy pontosan milyen tudatból indultunk ki. Egy tökéletesség orientált tudat mindenképpen frusztrálódik, tehát utána vagy az van, hogy elfogadja, nagyon nehezen fogadja el, vagy elmenekül, utóbbi 4-5 évben 500 000-an, vagy pedig harcolnak. És a forradalom nem megoldás, a francia forradalom ezt nagyon jól mutatta, negyed évszázad alatt az európai történelemnek egy ilyen nagyon érdekes mintadarabját legyártottuk, hogy miért nem szabad véres és külső atrocitásokkal, agresszióval járó forradalmat csinálni. Helytelen, céltalan, és nem működik, működésképtelen. Tehát van egy evolúció, amiben bízhatunk, egy olyasféle fejlődés, amit az ember elő tud állítani, de ez külsődleges eszközökkel ugyanúgy nem megy. Ez belső eszközökkel megy, a tudat minőségét, a lélek tisztaságát kell javítani, és ezt csak magunkon tudjuk kezdeni, és hogyha ez már egy bizonyos fokot elért, akkor elkezdhet hatni másokra. Mert akkor megkérdezik, te hogy csinálod? Hát? És akkor lehet valamit elérni. És akkor javulhat az a tudatminőség, amelyik beül ebbe vagy abba a székbe, hoz bizonyos döntéseket, és azok a döntések már másképp fognak működni, mert más tudat hozta őket. Egy fejlettebb, világosabb, együttérző, bölcsebb, nem dualisztikus alapra épülő tudat hozta őket. Jó? Egyéb kérdés? Ugye a vágy és a szükség, vágy és a szükség között már igenis látom a különbséget. És a vágyakat azt igyekszem letenni, minél ez nagyon mélyre jön belőlem, és igyekszem letenni, és a szükség fele orientálódni. És ezt mondom csak tapasztalat, hogy a legszűkebb köremben is hatalmas tagadásokkal találkozok, hiszen nem értik, hogy miről van szó. Hogy kapcsolódjak ehhez a helyzethez. Nem kell, hogy értsék. Neked kell értened. És nagyon kemény csatákat vívok személyekkel, személytelen és energiákkal is. És hát ezért nem is politizálok, mert jól látom én is a helyzetet, hogy minden változásnak belülről a szeméből kell indulni. Meg is kérdezték, hogy miért nem politizálok, ha már ilyen néha okosnak tűnő dolgokat mondok, hiszen mit mondhatnék az embereknek? Forduljatok önmagatokba és változzatok meg. Más nem tudnék mondani. Ez már hatalmas ellentmondásokba és vitákba kevert, úgyhogy tényleg nem könnyű. De tényleg nincs más út. Hiszen nem könnyű, mert ha könnyű lenne, akkor nagyon nem is lenne út, hiszen egy pillanat alatt megoldódna. Az út azért érdekes, mert van szegélye. Egy bal, meg egy jobb. És attól járunk azon az úton, hogy ami a szegélyen túl van, balra és jobbra, mi oda nem szeretnénk menni. Tehát azokba a szélsőségekbe, azokba az állapotokba nem szeretnénk belekerülni, ami nem az utat jellemzi. Tehát ha olyan emberekkel találkozol, most családbarát, ellenség, bárki, aki egyre kevésbé tud veled lelki közösséget alkotni, egyre kevesebb megértés, együttérzés, stb. Van, ugye, így a csoportban, és tehát köztedése az emberek között, természetesen le fogtok válni egymásról. És van az embernek egy olyan lelki egészsége, egyfajta lelki homeosztázisa, vagy túlélő ösztöne, hogy nem engedi az energiáját egy idő után lezabálni. Nem engedi azt, hogy kizsigereljék, nem engedi azt, hogy erőszakkal át akarják formálni, magyarul nem hajlandó mások fizikai, lelki rabszolgája lenni. És ez a lehető legfontosabb döntés, hogy belül te eldöntötted, hogy szabad leszel. És azt a fajta szellemi tisztaságot és szabadságot fogod élni, ami minden embernek alanyi jogon jár, csak éppen mi, az alanyok, nem tudunk vele élni. Ezért kell az út, hogy megkaphassuk saját magunk kezéből, saját magunk bilincsének a levételé által ezt a fajta szabadságot, amely bennünk, mint lehetőség megvan.
És ehhez semmi sem drága. Ezért mondom azt, hogy nézd meg, hogy pontosan mi mibe kerül. És ilyen szinten a külső anyagi piaci viszonyok nagyon csalókák. Mit ér meg neked a szabadságod? Mit ér meg neked a lelki nyugalmad? Mit ér meg neked az, hogy kiszakadsz abból a társadalmi környezetből, ahol veled lelki, fizikai és egyéb módon úgy bántak, ahogy, és ez a mai napig nem szűnt meg. Mi kell ehhez? És ezt te megválaszolod magadnak úgy, hogy abban tudj hinni. Felteszed a kérdést, mi az utam? És ülsz ezzel, és engeded, hogy egy olyan válasz szegődjön a kérdés mellé, amely nem mozdul el onnan. És az a tiéd. Abban tudsz hinni. Azt meg tudod csinálni. Azt végig tudod vinni, és ekkor van értelme az életnek. Nézd meg azt, hogy jóléti társadalmakban miért dobják el maguktól az emberek az életet, amikor körül vannak véve különböző segélyekkel, egyebekkel, anyagilag nem kell szenvedniük, és mégis van egy olyan réteg, amik azt mondja, hogy ez az élet így nekem nem kell, és végképp nem anyagi okok miatt. És akkor lehet rálátni azokra a lelki okokra, amelyekről most beszéltem. Hát az egyén szabadságával kapcsolatosan számomra vannak kérdések. Vannak olyan vallási és filozófiai irányzatok, ahol nem többre, mint 2%-ra taksálják az egyéni szabadságot. Tehát azt, hogy én a saját sorsom fölött ennyiben rendelkezem. Nyilván ez a szám, ez egy fikció. De hogyha a karmát a maga módján vesszük, és visszavetítjük az időben, ami ugye egy relatív fogalom, akkor felvetődik valóban annak, hogy a személyi szabadság az mennyire befolyásolhatja. Hogyha valakinek áldozatnak kell lenni, akkor az valószínűleg akkor is áldozat lesz, ha próbál eltenni, és a gyilkos is valószínűleg gyilkos marad, hogyha ez a karmája. Nagyon érdekes, amit felvetettél, mert pont ezek a mondatok is relatívak, a 2% is relatív, az áldozat és gyilkos karma is relatív, csak az a kérdés, hogy mire van szükség ahhoz, hogy ez megváltozzék. Az a jó, hogy amikor ránézel a lét három alapjegyére, ami nem pusztán a buddhizmusnak egy alaptanítása, hanem valahol mindenben benne van, hogy mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen, tehát befejezetlen. Hozzátehető és elvehető egy csomó minden ahhoz. Akkor rálátsz arra, hogy ugyan nagy munkába kerülhet ez, de mégis megváltoztatható ez a karma. Akkor és csak is akkor, ha ezt teszed a legfelső helyre, ha ez válik a legfontosabbá, és az, hogy nekem hány százalékos szabadságom van, hogy ki mit mond erről, az engem annyira nem érdekel, hogy az borzasztó. Ami érdekel, hogy ebben a pillanatban mennyire tiszta a tudatom, mennyire jól látom a teret és az időt, benne az okot és az okozatot, mennyire jól ismerem fel a kapcsolataimat, mennyire jól látom az irányvételemet, mennyire tudok hinni abban, amit csinálok, mennyire tudok társulni bizalmi alapon emberekkel, és az, hogy ki mit mond különböző metafizikai vagy egyéb nézőpontból, az irreleváns. Ha viszont ezt megengeded, hogy valaki 2%-ra kalibrálja be a te szabadságfokodat, akkor te ezzel egyetértettél. Egyéb kérdés? Az én kérdésem arra irányulna, hogy mik azok a visszajelző pontok ennek az útnak a során, ami nem a boldogság, de azt érezzük, hogy a helyünkön vagyunk. Tehát mi a baj a boldogsággal, vagy mi ez? Kicsit úgy éreztem a szavaidból, hogy amikor mondtad, hogy azt is a helyén kell kezelnünk, hogy ezt ugyanúgy megélhetjük, ezt a boldogságot, nem? Ez nem egy probléma. Fiatal vagy. Igen, és én nagyon nehéz számomra az, hogy amikor... Tehát akkor érzem a helyemen magam, hogyha boldognak érzem magam, és nem tudom, hogy... Ez így most rendben van. Ezt nem kell megváltoztatni. Csak azt jelzem gyöngéden, hogy a boldogság, mint motiváció, az életnek a nagy dantei válságáig az nagyon jó lesz, és utána pedig már valami egyébre is szükség van, mert úgy boldog lenni 45-50 évesen, mint 20-25 évesen, azt nem tudsz. És még mindig van az életnek ugye a második fele előtted. Tehát semmi baj a boldogsággal, de ha csak azt tűzzük ki egyedüli célként, akkor vissza fogunk hullani a saját bolygónk légkörébe, és el fogunk hamvadni.
Mert pedig nem ártana olyasféle szellemi belátást kifejleszteni, amit nem akadályoz a boldogság jelenléte vagy hiánya. Ez szerintem egy elfogadható stratégia, ugye? Tehát legyünk boldogok, de ennél úgy ne álljunk meg. Tehát, hogy megvan a boldogság, megragadom, mert egy érzésre, egy társaságra, egy egyébre ugye sikerült ezt leszűkíteni, és abban a pillanatban, hogy elkezdtem ezt birtokolni, elindult az enyészet. És akkor elvesztem. És akkor nincs boldogság. És akkor van sírás, rívás, fogcsikorgatás, vádaskodás, projekció, harc és menekülés. Egészen addig, amíg vissza nem tudtam menni oda, hogy honnan jött ez a boldogság, tehát annak a forrásáig, addig a lélekig, ami ezt ugye megteremtette, és nem egyedül. Mondod, hogy a vágyakat elengedett, tehát az emberi életnek egy előre vívő rugója a vágy, hogy most nem arra gondolok, hogy a szexuális vágy, vagy egy nagyobb ház, nagyobb autó, hanem... A válsághelyzetre gondoltunk. Tehát nem azt mondtuk, hogy elengedjük a vágyakat úgy teljesen, hanem amikor a saját ötös fogatod ugye belezuhant a mocsárba, akkor jó a gyeplőt elengedni, ha már a lovakat nem tudtad az útra visszaterelni. Tehát amikor válsághelyzet van, akkor vagy a vágy, vagy a dű, de félrevitt. És ez az elején egy nagyon jól fésült, gyönyörűséges egyezménynek, vagy társadalmilag elfogadott dolognak tűnt, amit vágyból esetleg elkövettél. Hiszen mindenki csinálja, mindenki egyetért vele, hogy az úgy rendben van, és a többi. És akkor vele miért történt meg az, ami megtörtént? Tehát ilyenkor kitakarítjuk az egész házat. Se vágyat, se haragot, semmiféle dualitást nem hagyunk benne, kisöprünk mindent, és utána, amikor már megoldottuk belül a történetet, azt emeled vissza, amelyikben tudsz bízni, és amelyiket tényleg vinni akarod. Még a másik, ami megfogott, a hit. De hogyha hitünk van, akkor minden van. Ha hiszünk önmagunkba. Ha igazi önvalónkat tapasztaljuk, és ebben a tapasztalatban tudunk hinni, akkor az előre vívő, de én nagyon vigyáznék az, hogy ha hit van, minden van. Mert nagyon gyakran ez oda tud kifutni, hogy csak a hit van, és minden más elvész. Erre nagyon kell vigyázni. Tehát ha egy nevet és egy formát, egy ideát vagy egy dolgot, te kinevezel abszolútnak, valamilyen egyébnek, az alapjának, nem fog menni. Előbb-utóbb ki fog hullani alóla, mert a világ nem úgy működik, hogy egy valamit, vagy egy valakit ki tudsz jelölni, mint a létednek az alapját, a boldogságodnak a forrását, és a többi, és a többi. Ezennél valahol sokkal egyszerűbb, de oda eljutni, és arra rájönni, az munka. Nem bonyolult. Csak türelemmel kell látni, hogy a tudat valójában hogy működik, hogy a lélekben milyen mozgások vannak, hogy a lélek milyen irányt jelöl ki saját magának, és ezért miben tud hinni. Tudod? Tehát ha ezt így azt mondja, ha hit van, minden van. Hát ez olyan abszolút értékű, tudod, hogy Einstein forog a sírjában. Hát ugye tudjuk azt, hogy ez egy nagyon relatív világ, ahogy mi vagyunk. Minden kijelentés, minden, ami név és forma, az relatív. És ebből a relativitásból nekünk gyönyörűséges utunk származik. Hát ami abszolút, az nem köthető névhez és nem köthető formához. Nem csak azért, mert a Tao Te Ching így kezdődik, hanem azért, mert ez az általános tapasztalata minden mélyen szántó gyakorlónak. Bármilyen iskolát néz, bármilyen vallást, egyebet néz, hogyha valaki kellő tisztasággal eljut belső tapasztalathoz, akkor rájön arra, hogy amit keres, az nem név és nem forma. Tehát ezért vigyázzunk az abszolút értékű kijelentésekkel. A félelem. Kedvenc témám, mondjad. De, hát, hogyan győzzem le a félelmet? Ez egy ilyen nagyon általános kérdés. Félsz a félelemtől? Az mi? Az egy olyan speciális típusú félelem, amit nagyon-nagyon nehéz leküzdeni, amikor félsz a félelemtől. Nem. Ha nem félsz a félelemtől, akkor miért akarod legyőzni? Azt mondtad, hogy vannak félelmeid. Kinek nincsenek? Az igazi kérdés az, hogy félsz-e a félelmeidtől.
Tehát azt mondod, hogy nem félsz a félelmeitől. Hát akkor miért akarod legyőzni? Úgy jó, ahogy van. A fájdalom a szervezet házőrző kutyája. A félelem olyan dolgokat mutat, amelyeket nem akarsz megélni, nem akarsz megtenni. Használd föl, mint jelzőrendszert. Akkor van gond, ha bepánikolsz a saját félelmeittől. És nem primér módon a maga friss valóságában éled meg ezeket a félelmeket, hanem félsz a félelem félelmének a félelmétől. És ez egy rakás személyiségalkotóban ugyanígy működik, amikor büszke vagy a büszkeségednek a büszkeségére. Nézd meg! Ezért van Avalokiteshvara bodhiszattvának bizonyos ábrázolásokban, ő az együttérzés bodhiszattvája, elképesztően sok feje. És ez nem egy születési rendellenesség. Tehát ez azért van ilyen sok-sok feje, mert a tudatnak az összes szintjén együttérző magatartást kell tanúsítani. Tehát az összes metarétegben, a rárakott karmának, a rárakott karmájának, a rárakott karmájával is együttérző, tehát oldó magatartást érdemes tanúsítani. Tehát ha nem félsz a félelmettől, akkor elmúlik az a szokásod, hogy félj. És akkor még az elsődleges félelmek sem fognak egy idő után kialakulni, de hogyha harcolsz vele, mert félsz tőle, mert utálod, mert én ne féljek, mert én nem olyan vagyok, aki fél, mert én bátor vagyok, belegabajodsz, mint a hínárba, azt lehúz. Ne tessék harcolni vele. Ne tessék menekülni sem, mert akkor a pánik alapú reakció, az meg megint egy ilyen yin típusú félelmet hoz létre, ebből van egy gyönyörűséges passzív-agresszív viselkedés. Az aktív-agresszív az harcol, a passzív-agresszív az ugye fél és menekül. És így nézi, hogy hol lehet csak így hátulról a sötétből ártani. Ez a mérgező típus. A kardozó típus az a harcos. Megöllek. Másik, én? Semmi bajom. Hol a kis poharad? Jó? Tehát ezért ne harcoljunk, ne meneküljünk ilyen helyzetben. Érzelmi reakciónkat lássuk át. Szépen együttérzően vegyük le a ráadott reakciókat, vegyük ki belőle az energiát, hozd vissza, tanti ember, már is nem az érzelmek és a gondolatok uralnak, szabadabb vagy. Oké? Okay? A tudatunkkal kell legyőzni ezeket a tudati dolgokat, akkor hol lehet ezt így megfogni? Tehát, hogy... Mert ugye a félelmünk az is ugye a tudatban dől el. Most az, hogy hogyan küzdünk meg ezzel, tehát hogy megküzdünk-e vagy sem, ezt szintén a tudattal határozzuk el, csak akkor ezt hogyan tegyük? Hol lehet a kutyát megfogni? Nem tudom. A póráznál. Ó, értem. Istenem. Tehát a póráznál. Tehát ha megvan az a rálátás, az érzelemvilágra és gondolatvilágra, ami a pillanatban annak a megragadását lehetővé teszi, akkor egy csomó mindent meg tudsz csinálni, amit eddig nem. Tehát igazából fel kell ismernem, hogy éppen mi történik. Egy. Kettő. Hogyan hoztad létre azt a történést? Aha. És hogyha ilyen Ariadni fonalán így visszapörgetem, akkor igazából eljutok odáig, hogy nincs is mivel szembenéznem. Eljutsz a szörnyetegig, hát tessék akkor Ariadné fonalát végigvinni. Igen, de az a kiutat. Tehát Tészeusz akkor már kifelé jött. Látom, amikor... hogy van egy kis humán műveltség, ez már bejövetek, hogy nyilvánvaló volt. De azt szeretném mondani, hogy kihagytál egy nagyon fontos elemet a meséből, a mítoszból. Hát tehát mit kell csinálni? A Minotaurusszal kell találkozni, igen, igen. Az az egoitásodnak, az a rusnya nagy szörnyeteg képe. Mit kell vele csinálni? Hát a mítoszban igen. De az a vicc, hogy az önképed mindig sokkal nagyobbnak tűnik, mint az a valós, önvaló élmény, amivel ezt ugye hatástalanítani tudod, és ezért van szükség a Dávid és Góliát mítoszokra, hogy a minőség le fogja győzni a mennyiséget és a méretet. Jó? Tehát hatástalanítsd a bombát, és ne próbáld meg a robbanást így eltakarni. Tehát, hogyha hatástalanítod a bombát, ehhez kell a tudati tér és a tiszta tükörszerű működés, akkor egy csomó mindent meg tudsz úgy változtatni, nem kell ugye traumatizálni sem magadat, sem másokat. És ha pedig ezt már nem tudod megtenni, akkor nem magadat véd, hanem másokat. Az neked is jobb. Általában akkor az ember önvédelembe megy át, hogyha már nem tudja a hatást semlegesíteni.
és ezzel mások előtt nem csak, hogy elássa magát, hanem ezzel másoknak nagyon sokat tud ártani, hogy csak maga elé berántja a pajzsot, összes többi repeszt az mindenkit letarol. De ha elkezdesz másokat segíteni és védeni válsághelyzetben, akkor azzal a te karmád is nagyon nagyot megy előre. Miért? Mert nem törődtél a személyes élettel és halállal. Uh-huh. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy jól értelmeztem, mert Ariadna is hasonlatnak a lényegét legalábbis általam, akkor ez azt jelentheti, hogyha el tudom fogadni önmagamat, akkor tudok elfogadni másokat, és így tudom megtalálni azt a pillanatot, amikben ott vagyok. Tehát, hogy el tudom fogadni a világot, és megtalálom a helyem. Az első lépés az elfogadás, mert az elfogadás nélkül nincs semmi egyéb. Az, hogy elfogadok valamit, az nem azt jelenti, hogy úgy hagyom. Természetesen, én csak arra értettem ezt, hogyha meg tudom érteni, el tudom fogadni, akkor megismertem, megértettem azt a pillanatot, amiben ez esetleg gondot okozhatott, vagy ami hát általában akkor az embert azt határoz meg, amivel éppen foglalkozik. Nagyon sokat töprenk, hogy így vagy úgy, vagy azért, hogy azért. És hogyha visszamegyek az elejére, meg tudom ezt érteni, akkor el tudtam fogadni. Fölismertem. Amit mondasz, az úgy van, csak a teljes ciklusnak az 5%-a. Természetesen, mert úgy gondolom, hogy azután mindig van egy csomó újabb pillanat. És teendő, ami már nem csak elfogadásból áll, hanem megismerésből. Elfogadtam, megismertem a működését, és ha kell, változást hozok benne létre. Így van, tehát hogy a kavicsot belevetem a tóba, hullámokat generál, és a hullámok metszik egymást idővel, és itt jön vissza az, hogy az a pillanat, amiben egyszer megismertem, elfogadtam, az esetlegesen egy másik pillanatban problémát tud okozni, generálni, hogy felül kell írni. És ennek az összeegyeztetése az azért hogyan tud működni. Hogy további elméleti fizikai tanulmányokkal. Nem, abban nem akarok annyira belemenni magába a filozófia részébe, hogy a misztikumát ennek ez érdekel. Mert néha ugyanaz, hogy ezt elfogadom, és utána fölismerem, hogy ott esetleg ez csak részigasság volt, mert teljesen az egészet nem lehet megérteni. Ez néha önmagát tudja gátolni, vagy legalábbis hasonló. Amikor kifutok az agykapacitásból, téged foglak hívni telefonon. Tehát, nem biztos, hogy az jó lesz. Azt nem mondtam, hogy jó lesz, de akkor is téged foglak hívni, mert van egy kis extra. Tehát ezt szeretnék neked mondani egy ilyen Ariadnéhoz hasonló hasonlatot, aztán majd hazaviszitek és vontok belőle gyököt. Négyzetre ne emeld. És a következőt szeretném úgy mondani. Öreg halász és a tenger. Tehát ott ülsz egy csónakban, és halászol. Kiveted a hálódat, de csak halak, teknőcök és tengeri herkentyűk, meg néhány ilyen kis műanyag hulladék akad bele, és egyszer csak rájössz, hogy te neked nem a halak, tengeri herkentyűk és hulladékok kellenek, neked az egész tenger kell. És azon töprengsz, hogy a tengert milyen hálóval lehet kifogni. És addig ülsz a hajóban, és nézed a hálódnak a szemcse nagyságát és a működését, hogy most egy hajóról, több hajóról, mélytengeri, felszíni, és rájössz, hogy hálóval soha, de soha nem fogod a tengert kifogni, sőt, a tenger az kifoghatatlan. Ami igazán probléma, az a tengertől való különállásod. Tehát leteszed a hálót, és beugrasz a tengerbe. Na, ez a különbség a gondolkodó és rendkívül intelligens magatartás, és az egyé váló tudat között. Idáig el kell jutni. Hát gondolkodni is, és a másikat is, tehát önmagát feladni. Elmerülni az egészben, megérteni, hogy ott van a helyen. Egyé válni az egésszel, úgy, ahogy egy vízcsepp visszatér az óceánhoz. Mind a kettőre szükség van, hiszen nem maradunk benne a végtelenségig, de nagyon fontos megtapasztalni azzal a lényeggel való egységünket, amit nem tudunk szavakba foglalni, de valahol mindannyian vágyunk rá, a teljes egységre, kiegészülésre, valahol mindennek a meghaladására, és ez az, amikor a vízcsepp visszatér az óceánba, vagy a halász úgy dönt, hogy most nem a racionális konklúziók és az analízis hálójával ugye szeretne foglalkozni, hanem az egészet kéri, fel kell adni az analízist, fel kell adni a gondolkodást, és be kell ugrani a tengerbe. Ezt Hakuin zenmester egy költeménnyel illusztrálta, és mivel elég durva a költemény és közvetlen, mint a zen maga, ezért hoztam ezt a közbenső hasonlatot, hogy egy kicsikét felhasználó barátabbá tegyük. Tehát a költemény saját maga az így szólt. Majom lógaszkodik a tó fölött, eped a hold után, amíg eljön érte a halál.
engedné csak el az ágat, a víz mélyébe tűnne, és a világ vakító fénnyel telne meg. Csak annyi, hogy jól értelmezem ezt a dolgot, most, amiről beszéltünk, és az előzőeket. A válság és ez. Tehát a válságnak valamilyen szinten örülni kéne azért, mert segít abban, hogy a vízcsepp a tengerbe kerüljön. Feci, igen. Te ne örüljél semminek, ha nem akarsz. Tehát egy nagyon vidám és bon vivant természet vagy, ezt nagyon tudjuk, és így szeretünk és így fogadunk el téged. De azt nem várhatjuk el, hogy az emberek szeressék a saját válságaikat megélni. Elég, ha elfogadják, elég, ha megismerik a működését. És ha van egy örömteli pillanat, akkor az az övék. Ne akarjuk azt, hogy örüljenek ennek az elképesztő mennyiségű szennyesnek, amit fő kell takarítani, ki kell mosni. Jó? Tehát vagyunk annyira realisztikusak, hogy tudjuk, hogy ha már éltél eleget, rálátsz erre az életre, és ilyen hatalmas kérdőjelek jelennek, mégis minél többet látsz, annál többet kérdezel. Miért itt? Miért így? Miért mi? Merre? Hogyan? Mi volt előtte? Mi lesz utána? És ezek a kérdések, ezek iszonyú érvényesek, és minél többet éltél, annál mélyebbre tudnak menni. És ezek nem öncélúak. És hogyha egybegyűjtöd ezt, ahogy a 10 000 dharma visszatér az egybe, akkor oda jutsz, hogy mi az, ami ezt az egészet átéli. Mi az, ahonnan a kérdés jön? Mi az, ami akarja a választ? Az összes többi szépen ebbe az egy pontba összegyűlik, és ez az egy pont végtelen térre és végtelen idővé tud tágulni, ahogy ezt hallottad a költeményben is. Jól érted, de ez kevés az üdvösséghez, azt tudod. Nagyon köszönöm a kérdést. És ha úgy vagyunk kipálva, hogy az előző életeinket mind el kell, hogy felejtsük, mert nem lévem ekkora terhet. Közelre. Ekkora terhet, akkor miért fontos az nekem, hogy én most milyen életet teremtek a következő életemben? Hiszen most ebben az életben élek. Az okozat törvényét így is működtetem. Tehát, hogyha amit most teszek, mondjuk most oda elmentem ezzel a mikrofonon, most itt van a kezembe, tehát ugyanígy az életemet így végélhetem. Miért fontos az, hogy az előző életeimben, illetve igen, hogy most is mit cselekszek, és ebben mit fogok, milyen karmát fogok létrehozni? Nem kell, hogy fontos legyen. Tehát az egyik az, hogy ugyan már úgyse emlékszem, igen. Meg úgyse fogom tudni. Igen, nem, csak hogyha körülnézel, hogy az emberek milyen helyzetekbe tudnak beleszületni, és rákérdezel, hogy ugyan már miért született ő abban a helyzetben, és én szeretnék-e ilyet a következőben, akkor felelősségteljes módon te nem fogod a következő inkarnációdat, én elképesztő iszabba belerántani. Ez az első. Tehát az egészséges felelősségérzetet szeretném itt tanítani, a másik szélsőség pedig ez a transzcendens neurózis. Tehát, hogyha én ezt a botot most megfogom, és utána kicsit hangosabban teszem vissza a kelleténél, az milyen kihatással lesz a következő életemre. Tehát ez egy totálisan neurotikus viselkedés, és ez az, amitől mindenkit óvok. Tehát, hogy ne ezt tegye magával és a társaival, hogy egy állandó stresszben van, hogy mi az, amit az archetípusai sugalnak, ugye? És hogy ezek után mi történik vele a következő életében, amikor ugye a mentáltest egy újabb fizikai testet keres, vagy kereshet, ha olyannya van, azért ez se abszolút értékű. És akkor, hogy mi, ne, ezt a pillanatot old meg. Gyémánt szutra, a múltra, jelenre és jövőre szakított tudat nem érheti el a felébredést. Tehát te tényleg ne foglalkozz a múlt, a jelen és a jövő széttagoltságával, az előző és következő életekkel. A Buddha személyesen mondott erről nagyon komoly tanításokat, hogy ezzel a pillanattal foglalkozz, de lásd az ok és okozat működését az idősíkokon. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes aspektusa ebben a pillanatban érvényesül. De amennyire jól látod önmagad, a világot, olyan mélyen látod ezt a pillanatot is. Tehát a hagyományos, ugye, vagy tradicionális időszemlélet az emberek nagy többségénél olyan, hogy iszonyatos mértékben támaszkodik a múltra, mint hogyha ilyen kúpnak a tetején lenne, és iszonyatos mértékben aggódik a jövő miatt, mint hogyha egy csúcsára fordított hasonló kúp lenne ott.
És ez a két kis hegy ott találkozik ebben a nagyon gyöngén megélt és törékeny pillanatban, és nem tudsz mit kezdeni a múlt miatti bűntudattal, egyébbel és a többivel, és a jövő miatti aggodalommal se tudunk különösebben mit kezdeni, és ez olyan minőségromlást eredményez kívül belül, hogy ez borzasztó. Elkezdesz gyakorolni, és a meditáció útján látod a múlt, jelen és jövő széttagoltságának az illuzórikus voltát. Ekkor kezd ez az ábra megváltozni, és ezek a hegyek, a két kúpnak a hegye, elkezd szépen itt tágulni. És ahogy tágul, egyszer csak a két kúp így szépen egyé tud válni, és nem marad más, mint a kör és annak a középpontja. És ekkor megéled azt, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő. Na, ez a fajta szemléletváltás, ez nagyon egészséges. Ugyanis nem tagadja az okozatiságot, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis. Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis. Nem tagadja, hogy van ok és okozat, hogy van lineáris idő, hogy van dimenzionális tér, de nem kell belemenni az előző életekbe, meg a következő életekbe. Itt és most lásd tisztán, hajd tisztán, cselekedj, beszélj és érezd tisztán. És ez megoldja a problémát most, és a múltban, és a jövőben egyaránt. Mert ezek külön nem léteznek, ezek csak egyben léteznek ebben a pillanatban. Úgyhogy ez a munkához kívánok mindenkinek nagyon sok csalódást, a csalódásból való kijövetelt és felgyógyulást, erőt, egészséget, és azt a fajta kitartást, amely mindegyikünknek a lehetőségei között benne van. Tehát ha akarsz valamit, és okod van hinni benne, akkor soha ne add fel, és egyszer megvalósul. Nem úgy, ahogy akarod, és akkor már te sem leszel ugyanaz, aki elkezdte, de megvalósul. Köszönöm a figyelmet!